kalocsai polgármesteri hivatal díszterme adott otthont az Évfoész helyi önálló életviteli centrum szeptember 18-ai megnyitójának. Az elnök nyitóbeszédében elmondta, hogy az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetsége a közelmúltban egyedülállóan országos lefedettségűvé vált. Az értelmi fogyatékos emberek számára is a közösségben élést igyekezünk segíteni, és azt szeretnék, meg ők is azt szeretnék, mi azért szeretnénk, mert ők azt szeretnék, hogy ugyanúgy éljenek, mint bármelyikünk, ugyanúgy vegyék igénybe lehetőségeket, ugyanúgy érjék pozitív dolgok is, tehát a csalódást is, a kudarcot is, vagy a nehézségeket is meg kell mindannyiunknak tanulni. A szövetség igyekszik segíteni ezeket az embereket, hogy önállóan tudjanak boldogulni. Ezt elsősorban képzésekkel, tanácsadással, segítséggel, szakemberekkel való együttműködéssel és a társadalmi érzékenyítéssel próbálják elérni. A legfőbb céljuk, hogy bővüljenek az érintettek szociális kompetenciái. Az értelmi fogyatékosok és segítői országos érdekvédelmi szövetsége a helyi szervezetek bázisára építve kívánja kialakítani azokat a szolgáltatási pontokat, amelyek önálló életviteli centrumként új szolgáltatásokkal segítik az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, önálló életviteli lehetőségeit, a különböző szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Az önálló életviteli centrum, mint új szolgáltatási elem, biztosítani fogja a hatékony tájékoztatást, emellett az infokommunikációs eszközök korszerű használatának megtanítását, hiszen ha megtanulják alkalmazni, ezáltal minőségibb életet tudnak élni. És ami nagyon fontos, a munkaerőpiaci helyzet javuljon, ezáltal a családok helyzete is nagyon nagy mértékben javulhat. Bővüljenek a korszerű szakmai segítségnyújtásnak a feltételei, az érintettek egyéni igényeinek megfelelő önálló életvitel valósuljon meg. A kiváltás folyamatában érintett fogyatékkal élő emberek támogatása maximálisan megvalósuljon. Minden embernek joga van akadályok nélküli minőség alapú élethez. A fogyatékossággal élők számára fontos, hogy egy célzott szakterületenként mutatkozzon ez meg az elköteleződés az egyenlőtlenség csökkentésére.